Május 17-én a délutáni órákban a régi polgármesteri hivatal épületénél gyűltek össze a megemlékezők, ahol Horváth Éva polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az eseményen közreműködött a Napfénynői Kar. A jó háznak jól van dolga, egyik dolgról a másikra, Eregetik, folyak, furuljáját, hull nélkül éli világát, világát, teregeti nyáját, folyak, furuljáját, hull nélkül éli világát, a világát. A jó háznak jól van dolga, sajt is túró az ebédje, és száraz kenyér van meléje, vizet iszik rájól, rágyújt a pipára, mégis piros az orcája, vizet iszik rájújt a pipára, mégis piros az orcája, orcája, a juhásznak jól van dolga, ha megúlt a furujája, előveszi bőrudája, belefolyó bőrjája, a bőri beszélne kereszti belőle, belőle, belefújja bőrjája, a birka bőrébe beszélne kereszti belőle, belőle, belefújja bőrjája, a birka bőrébe beszélne kereszti belőle. Kikikem, kukutyom, kikikem, kukutyom. Árva tojott a fekete kánya, engem szeret a kenbarna lánya. Kikikembe, kukutyomba, nyere rózsám a kocsimba. Kikikem, kukutyom, nyere rózsám a kocsimba. Kikikem, kukutyom, kikikem, kukutyom. Nem ülök én a kent kocsijába, nem kenékem a kent barna lánya. Kikikembe, kukutyomba, nyere rózsám a kocsimba. Kikikem, kukutyom, nyere rózsám a kocsimba. Emlékezve a 28 évvel ezelőtti történtekre, amikor is a sikeres és eredményes népszavazás úgy döntött, hogy Pétfürdő önálló lesz, és ennek emlékére állítottuk azt a táblát, én szeretném felkérni a Pétfürdő leválásáért előkészítő bizottság jelenlévő tagjait, Bálint Gézánét, Miskolci Ferencet, Gerencsei István és Horváth Évát, hogy helyezzük el a koszorút Pétfürdő himnuszának hangjai mellett. A múlt idéző gondolatokat követően az egykori hivatal falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával zárult a rendezvény első része. Az ünnepi program a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Színház termében folytatódott. A helyszínen Horváth Éva polgármester bevezető gondolatait követően Miskolci Ferenc alpolgármester tartotta meg beszédét. Kedves vendégeink, kedves pétfürdőiek! Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, mert megint ünnepünk. Eltelt megint egy év. 28 évvel ezelőtt Pétfürdő lakossága döntött a sorsába. Csodát művelt.
Május 19-én, egy nagyon forró, meleg nyári vasárnapon, népszavazáson kinyilvánította, hogy önálló település akar lenni. Ennek emlékére 1998-ban az első felállt képviselőtestület úgy döntött, hogy május 19 Pétfürdő napja lesz, és minden évben megünnepeljük. Ezt tesszük most is, most 17-én, hogy azért pünkösdülni is tudjunk, úgyhogy ezért van ez az ünnep ma, és ennek tiszteletére felkérem a polgármester Bart Miskolci Ferencet, tartsa meg ünnepi beszédet. 1996. május 19, 2024. május 19. Hölgyeim és Uraim, tisztelt közönség! Ez a két dátum határolja be a mai megemlékezésünket, amiért ma itt összegyűltünk. Az első dátum 1996. május 19, az érvényes és eredményes helyi népszavazásnak a napja, ami elindította Pétfürdőt az önállóság és a fejlődés útján. A második dátum, az idei május 19, vasárnapra esik, pünkösd ünnepe, és egyben Pétfürdő külön saját ünnepe, amikor megemlékezünk e sorsdöntő népszavazás napjáról. A népszavazás arról szólt, hogy akar-e Pétfürdő önálló település lenni? Akarja-e, meri-e vállalni az önállóságot? Merjük-e vállalni az önállóság járatlan, göröngyös útját? A népszavazás érvényes és eredményes volt, ami azt jelenti, hogy a választópolgárok több mint a fele elment voksolni, és a többség az önálló települési lét mellett tette le a voksát. Az önállóság gondolata már régen megfogant Pétfürdőn. Lelkes pétfürdői lokálpatrióták egy csoportja már a rendszerváltás, a 90-es rendszerváltás környékén megalapította a Szövetség Pét önállóságáért civil szervezetet, amely már a 90-es évek elején összegyűjtött annyi aláírást, ami elegendő lett volna a népszavazás kiírásához, de az alakuló részönkormányzatnak és a tanácsi rendszert felváltó új típusú önkormányzati berendezkedésnek esélyt adtak, és akkor erre még nem került sor. A 90-es évek derekára az erősödött meg az emberekben, hogy Pétfürdő Várpalota második kerületeként, rész önkormányzatként sem kapja meg a neki járó részt, s jóval több a befizetés, mint ami ide visszakerül. Az emberek más dunántúli településekkel összevetve is hiányát érezték a gázfűtésnek, a szennyvízvezetékrendszernek, és borzasztó volt az utak állapota, és még sorolhatnám. Elhanyagoltnak, mellőzöttnek éreztük településünket, és egyre erősödött az az érzés, hogy mindenre megoldás a különválás, az önállóság. Az SZPÖ vezetése dinamizálódott, a lelkesedés a különállóságra egyre fokozódott, és 1996-ban egy sikeres aláírásgyűjtés után Várpalota jegyzője a jogszabályoknak megfelelően arra kényszerült, hogy kiírja Pétfürdőre a népszavazást. Emlékszem, akkor gyönyörű májusi nap volt, vasárnap, kellemesen meleg, nyárias idő. Lehetett kertészkedni, kirándulni, napozni, nitrogénművek siktársai dolgozni mentek. Az emberek többsége mégis úgy érezte, hogy szakít a szabad idejéből, hogy el kell mennie szavazni. Érezték a pillanat jelentőségét, a döntés súlyát, és az urnák zárása és a szavazatszámlálás után annak idején nekem adatott meg az a nagyszerű lehetőség, hogy a pétfürdői televízióban bejelentettem a szavazás eredményét, a leválást jelentő igenek győzelmét. A sikeres népszavazás még nem döntött el mindent, mivel a leszakadni kívánó településrésznek
különféle beadványokkal bizonyítania kellett, hogy képes lesz az önálló létezésre, és meg kellett egyezni az anyatelepüléssel a különválás feltételeivel, a terület és a közös vagyon felosztásáról. Erre alakult meg Pétfürdőn a leválás előkészítő bizottság, aminek sok későbbi települési képviselő és bizottsági tag is tagja volt. A hosszas, bonyolult tárgyalásokból álló előkészítés sikeres volt, a beadványainkat elfogadta és meggyőzőnek találta az elnöki hivatal, a Magyar Köztársaság elnöki hivatala, és mindezek következményeként Pétfürdő 1997. október 1-én önálló község státusz kapott, és még abban az évben szintén helyi választások eredményeként megalakult Pétfürdő első képviselőtestülete, az ügyek intézésére pedig létrehoztuk a polgármesteri hivatalt. Miért mondtam most ezt el? Hogy emlékezzünk, és emlékeztessek. Régen volt, 28 évvel ezelőtt történt, ahogy tetszik, még a múlt században, sőt a múlt évezredben. A népszavazás óta 28, az önállóvá válás óta pedig 27 év telt el. Ez egy emberöltő. Az emberöltő mai jelentésében az az idő, amely alatt az egy időben született gyerekek felnőnek, és maguk is szülőkorba lépnek, tehát a 25-35 év. Ez megegyezik a nemzedékek váltásának az idejével. Jelen van, köztünk van már az a generáció, akik 96-97-ben már az önálló Pétfürdő szülöttei, és már a maguk is szülőkorba léptek. Nekik már teljesen magától értetődő, hogy Pétfürdő egy önálló, virágzó nagyközség, és ők, az azóta beköltözők, talán már nem is tudják, hogy ez nem volt mindig így. Az akkori nyugdíjasok közül már kevesen élnek. Az akkori középkorúak idősek lettek, a 20 évesek ma már 50-esek. Nem tudom, hogy épp azon a napon, 1996. május 19-én születette pétfürdői gyerek, ha azon a napon nem is, május hónapban egész biztosan több is. Ők most 28 évesek, reményekkel teli ifjak, előttük a jövő. Nekik és az azóta beköltözötteknek 1996. május 19, ha tudnak egyáltalán róla, egy nagyon távoli, ködös múlt. Nekik a mai szép, csinos nagyközség így természetes, ahogy van. Természetes, mert beleszülettek, hogy van csodálatos ifjúságító, korszerű tetszetős polgármesteri hivatal, ravatalozó, miénk a felújított közösségi ház, és van egy gyártó független fűtőmű, van gáz és szennyvízvezeték, aszfaltosak az útjaink, térkövezettek a jártáink. Tisztelt közönség! Hazánk lakossága számára május 19 nem több, mint a legszebb hónapnak, májusnak egy vasárnapja, ami az idén egybeesik Pünkös ünnepével. Ránézünk a naptárra, Milán és Ivó napja. Némelyik szerint viccesen ez az apák napja, talán az egyik névnapból következőleg. Pétfürdőn ez a nap talán nem számít túlzásnak, az ünnepi megemlékezés ideje. Szimbolikus, identitásképző jelentése van. Erősíti lokál patriotizmusunkat, büszkeségünket, pétfürdők szeretetét, a pétfürdői életérzést. Hölgyeim és uraim, 1996. május 19 egy mérföldkő volt, egy hatalmas, felemelő közösségi élmény. Azon a napon nagyon jó volt pétfürdőinek lenni. Erősödött a kollektív azonosságtudatunk, ezért kell mindig emlékezni rá. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja Önöket, Isten áldja Pétfürdőt.
A megemlékezés elmaradhatatlan részét képezi a helyi kulturális csoportok tehetségek műsora. A rendezvényen a Horváth István általános iskola tanulói léptek elsőként a színpadra, majd Lantos Ádám fuvola játékát hallhatta a közönség. A fellépők sorát a Dance Section SE és a Cseberveder táncműhely táncosai folytatták, valamint a Sortánc Klub és a Muskátli Tánccsoport táncoslábú tagjai is színpadra álltak. A következő percekben a műsort láthatják. Kertészeszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek. Nem törődöm semmi mással, csak a beoltott virággal. Minden beoltott virágom, kedvesen lesz virágáron. Ha csanál lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a virágom. Tejet iszom és pipázom, jó híremre jól vigyázok. Nem ér engem veszedelem, magamat is előtetem. Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeletem és napnyugatom. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Három kibelem.
János Bogár, fekete az ösvény, fekete az ég, hazafelé mennék, elnyel a sötét. Keresem az utat, sehol sem lelem, és most egy pici zöld lány gyúl ki hirtelen. Föllapog a fák közt, és szárnyra kell beszáll. Éjjj vezetőm, a csöp János Bogár. Világít előttem, és én nyomán megyek. Látom már az ösvényt, ott a domb mered. Mögötte a tábor tárja a kaput, a picike zöld láng elszállt, kialudt. Thank you.
Az ünnepi program keretében nyílt meg a Pétiek kincsei elnevezésű tárlat is. A kiállítás a lakosok saját, féltve őrzött gyűjteményeit, különleges erekjéit vonultatta fel. Az eseményen Angeli Katalin igazgató mondott köszöntőt. A műsorban közreműködött Balogh Panna.
A közművelődési munka talán legszebb, legizgalmasabb vonása, a legtöbb sikerélmény, a legtöbb szorongást kiváltó tényezője, hogy a folytonosság mellett mindig meg kell újulnunk. Minden rendezvény, program, kihívás. Újra és újra előről kell kezdeni, felépíteni, megteremteni, működtetni eseményeket, folyamatokat, közösségeket. Az elnyert bizalomra, érdeklődésre méltónak kell bizonyulnunk minden egyes nap. Tapasztaljuk, hogy folyamatosan alakulunk mi is, mint ahogy a közeg, a hozzánk betérők, a partnereink, munkatársaink, segítőink, mindazok, akik éltetik ezt a házat, ezt az intézményt. És így együtt, közösen élünk meg kezdeteket és végeket, mélypontokat és tetőpontokat, sikereket és kudarcokat, konfliktusokat és elsimulásokat. Minden bizonytalansága ellenére ez az állandó változás hatalmas örömforrás, töltekezési lehetőség is egyben. Emberekkel, emberek között dolgozni, velük együtt, közösségben teremteni mások számára is értékes élményeket, eseményeket, emlékeket, csodás érzés. Amikor azt csinálod nap mint nap, amit szenvedélyesen szeretsz, az adománya a sorsnak. És ha mindenhez még szövetségeseid is vannak, akkor áldott kegyelmi pillanatokban akár úgy is érezheted, hogy a helyeden, a helyeteken vagytok ebben a világban. Mi végre is volt ez a kicsit felköltre sikeredett bevezetés. Valahogyan a magam szerény és korlátolt eszközeivel azt a lelkiállapotot próbáltam felvázolni, azokat a dilemmákat számba venni, amelyek akkor kerítettek hatalmunkba minket, amikor eldöntöttük, hogy ismét erőkészítjük, megszervezzük, kivitelezzük a Pétiek kincsei című tárlatot. Immár negyedszer. A Pétiek kincsei elég talányos cím. És persze már a legelső alkalommal megfejtettük, miről is van szó. De azóta eltelt jó pár év, és a régi, kipróbált barátaink mellett új arcokat is látok itt a teremben. A történet látszólag egyszerű. Pétieket, ismerősöket, jó barátokat, a közösségi házban gyakran megfordulókat, fiatalokat, közép- és szépkorúakat, 2024-ben is arra kértünk, hozzá kell, mutassák meg azokat az eszközöket, emlékeket, gyűjteményeket, amelyek számukra valamiért fontosak, valamiért értékesek. És igaz, hogy akadtak segítőink már háromszor, de azért volt bennünk druk. Egy ilyenfajta tárlat létrehozása mindig a kohézió, az összetartó erő próbája is. Ráadásul az előző kiállításokhoz hozzájárulók közül már sokan nincsenek közöttünk, vagy nagyon öregek és betegek. De hálával a szívemben mondhatom, hogy nem maradtunk magunkra. Jött Borbándi Ambrusné Margitka, aki egy szombat délelőtt megint vitált egy csodahelyre, a hétvégi kis házukba, amely amellett, hogy egy család meghitt pihenésére tökéletesen alkalmas lap, tárháza, őrzője rengeteg régi tárgynak, emléknek. És miközben egyik ámulatból a másikba estünk, kedvünkre válogathattunk. Aztán bejelentkeztek a három H-klub alapítói. Gerencsér István, Horváth István, Bálint Marika, Olá Lajos. És hozták erekéiket, gyűjteményeik egy-egy szép, izgalmas darabját. Számíthattunk a régi nagy öregekre, köztük Horváth Imrénére, Horváth Lászlóra, Molnár Ferencre. A közép generáció is képviselteti magát. Baranyai Dániel, Béni Norbert, Fülöp Andrea, Jakabné Rácildikó, Molnár Gyula László. Köszönhetünk kedves visszatérőket is. Ferenc Pannát, Szuper Juditot, Tótné és Sebestén Zsuzsát. És vannak olyanok is, például Megyesi Pálné, Nagy Gábor, Pócsik Zoltán, a Rummel család, Szomszéd András, a Vég család, akik először járultak hozzá egy különös, sokféleségében is lenyűgöző látványvilág létrehozásához. Ahogy azt elképzeltük annó, és ahogy szerettük volna most is, gyermekek és felnőttek, hölgyek és urak, ifjabbak és érettebbek teremtették meg közösen ezt a tárlatot. Ebben a teremben most 28 ember kincseiből láthatnak válogatást. De vajon mi az összekötő kapocs mondjuk a mögöttem rejtező báránycsapat 12 éves gazdája és aközött a férfi ember között, aki az enyészet elől egykori munkahelyéről kimenekítette és mind a mai napig vigyázza a leselejtett ipari telefonokat? Vagy
miben hasonlít egymásra a kiszolgált falvédőknek és hímzett terítőknek végső menedéket nyújtó nagymama és a meccsek ereklyéit őrző foci rajongó. Ők és a többiek, mind a 28-an mianért bajlódtak azzal, hogy ide cipeljenek különböző dolgokat. Tudom, szépen kértük. De akkor is miért? Miért pont ők és nem mások? Mindenre ugyanazt válaszolom, mint néhány évvel ezelőtt, az első kiállítás megnyitón. Most is úgy gondolom, hogy azért, mert igazából nem a tárgyaik, hanem ők az emberek pétfürdő kincsei. Kevésbé magasztosan. Pétfürdő megbecsülendő, értékes emberei közé tartoznak olyanok, akik képesek tenni, mozdulni, cselekedni, valamiben részt venni, teremteni, valamit akarni. Képesek a közösséget szolgálni. Akár azzal, hogy megmutatják kedves tárgyaikat, emlékeiket. Mindezek után azt is elmondhatjuk, hogy a Pétiek kincsei kiállítás megnyitó csak ürügy. Alkalom arra, hogy megköszönhessük ebben az esetben 28 ember önzetlenségét, segíteni akarását, jó szándékát és nyitottságát. Ugyanakkor a kiállítóink egy másik közös vonására is felszeretnénk hívni a figyelmüket. És ez a gyűjtés a megőrzés szenvedélye. Egyébként az emberiség egyik legősibb hajlama a környezetben való túlélésünket segítő gyűjtés és gyűjtögetés. Akik itt kiállítanak, egy kicsit bepillantást engednek a lelkükbe is. Mert hogy az érzékeny szemlélőnek sok mindent elárulhat az, hogy ki hogyan viszonyul tovatűnt korok emlékeihez. Vagy hogy mit gyűjt? Mik azok a dolgok, amik a ránk ömlesztett tárgyi világból számára egyszer csak különleges jelentőséggel bírnak, hogy megszerezze, óvja, védje, szaporítsa őt. Emberi kultúránk egyik alapvető gesztusa, szellemi, lelki örökségünk számbavétele, felmutatása, megérése, továbbadása. A tradíció megtartására, a hagyományok ápolására is találhatunk ma itt szép példákat. Apai, anyai, nagyszülői emléke, tárgyak, dokumentumok. A mindennapi élet ma már csodálatra méltó portékái is itt sorakoznak. Mindezzel azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy szerintünk a 21. század ember csak akkor tud értelmes életet élni, ha a gyökereit vállalva, múltját megismerve és feldolgozva próbál létezni a jelenben. Ez a nem könnyű feladathoz talán támpontokat adhat egy ilyen kiállítás. Amikor már összeállt ez a tárlat, körbesétáltam a teremben, és békesség szállta meg a lelkemet. Közben eszembe jutott, hogy emberi társadalmunkban milyen nagy divatja van a disztópiák és utópiák kiagyalására. Könyvek, filmek, online tartalmak harmadája mesél nekünk a lehetséges új világok gyönyöreiről vagy borzalmairól. És én úgy vélem, ezt a mai bemutatót is felfoghatjuk egy szép, harmonikus világ, szimpatikus és szimbólummal teli utópiájuként. Mert hogy itt mindennek megvan a méltó helye. Egymás mellett, nem egymás ellenében foglalnak helyet. Üzeneteikkel, jelentésükkel nem kizárják, megsemmisítik, hanem erősítik egymást ezek a tárgyak. Harmóniát sugározva várja a látogatókat a füles maci, a régi pénz, a szalvéta, a póló, a gyufáskatúja, a sapka, a csőrike gyűjtemény, a báránykák sokasága, korsók, kancsók sorozata. Fényképezőgépek, telefonok, bélyeg és képeslap gyűjtemény, teljes köcsögök, családi dokumentumok, a szőrészkedés, a borászkodás kellékei, osztálynaplók borítói, retro számítógépek, és kézimunkák láthatók itt egyszerre, teljes összhangban, egy új minőséget, egy megismételhetetlen élményt adva mindnyájunknak. A tárgyaink ilyen jól, ilyen békességben megférnek egymással. Talán nekünk, embereknek is sikerülhetne megcélozni egy ilyenfajta, egymást méltányoló és nem eltaposni vágyó létezést ebben a hazában, Európában és szerte a nagyvilágban. Tudom, kicsit bonyolultabbak vagyunk külön-külön és együtt is, mint a bármelyik kiállított holmi. De ne adjuk fel a reményt. Higgyünk benne, hogy egyszer nekünk, lélegző, lelkes lényeknek is sikerülni fog. A rendezvényen minden kiállító ajándékot vehetett át.